Szorvány napja. 14 év után ismét Déván szervezték meg az RMDS szorvány konferenciáját. Elhangzott, az RMDS politikai szerepvállalása a szorványban nem tud nagyon erős lenni, ezért a kormányzásra kell törekedni, hiszen így biztosította magyar érdekképviselet. Óvodaavatás. Új óvodát avattak és adtak át Tusnádfürdőn. Az intézmény a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége által koordinált Magyarország kormánya támogatásával megvalósuló Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében épült. Könyvvásár. Borsodi L. László csíkszeredai költő, irodalomtörténész tanár kapta az év szerzője díjat 2024-ben a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron. Az elismerést a Te fordítsd el című zsoltáros hangú kötetéért kapta. Kezdjük a híradót, köszöntöm Önöket! Brassóiként tudom azt, hogy mit jelent parlamenti képviselő nélkül 4 évet vagy 8 évet itt ebben a közösségben élni, mondja Kosta István, a romániai evangélikus luteránus egyház püspök helyettese. Ezért arra biztat most mindenkit, hogy segítsen ezen változtatni. November 24-én és december 1-én legyen ott a szavazóurnáknál. A választásokon való részvételre kér mindenkit Kosta István, a romániai evangélikus luteránus egyház püspök helyettese. Életünkben vannak olyan helyzetek, amiket a Biblia úgy fogalmaz meg, hogy kairosz, vagyis minősített idő, alkalmas idő. A választás is ilyen jelentőségű, fogalmazott. Tudjuk azt, hogy mennyire fontos, hogy erdélyi magyarokként november 24-én és december 1-én ott legyünk a szavazóurnáknál. Fontos, hogy hallassuk a hangunkat, a közösségünknek a hangját, és legyünk ott a döntéshozatalban. Szorványban élőként, brassóiként tudom azt, hogy mit jelent parlamenti képviselő nélkül 4 évet vagy 8 évet itt ebben a közösségben élni. Most arra biztat mindenkit, hogy segítsen ezen változtatni, ehhez pedig azt kell, hogy november 24-én és december 1-én mindenki legyen ott a szavazóurnáknál. Választási hírekkel folytatjuk. Tizennégy év után ismét Déván szervezték meg az RMDS szorványkonferenciáját. Az erdélyi szorványmegyéknek tartott eseményen politikusok, pedagógusok, illetve a kulturális élet szervezői vettek részt. A dévai látogatás apropóján Kelemen Hunor államelnök jelölt sajtótájékoztatót is tartott. Szorványkonferenciát szerveztek szombaton Déván a Magyar Szorvány napján, pedagógusok, a kulturális élet szervezői és a közösségi vezetők részvételével. Winkler Gyula EP képviselő házigazdaként arra hívta fel a figyelmet, hogy a politikai képviselet fontossága most különösen hangsúlyos, hiszen 2 rendkívül fontos választás előtt állunk, amelyek meghatározzák az ország és az erdélyi magyarok jövőjét. Az RMDS-nek a politikai szerepvállalása a szorványban nem tud nagyon erős lenni, ezért a kormányzásra kell törekedni, hiszen így biztosított a magyar érdekképviselet. A szorvány demográfia nem teszi lehetővé a parlamenti képviselet elérését, a polgármesteri tisztségeknek az elérését, és akkor, amikor az LMDS kormányzati pozíciót vállal, olyan eszközt kapunk mi a kezünkbe, ez nem a cél a kormányzás, az eszköz, olyan eszközt kapunk a kezünkbe a szorványban, hogy az adminisztratív intézményekben, a megyei prefektúrákon, vagy más intézményekben magyar szakemberek, magyar képviselők tudnak szerepet vállalni, és magyarul folyik az ügyintézés. Kelemen Hunor arra hívta fel a figyelmet, hogy a szorványban az oktatási intézmények a legfontosabbak a család és az egyház után, hiszen meghatározzák az identitás megerősödését. Hogyha ez a 2 megvan, az erős hangunk és az erős képviselet, akkor már afelé törekszünk, afelé indulunk el, hogy a következő parlamenti többségnek, ha adottak a feltételek, akkor része legyünk, így tudunk segíteni a közösségünknek, hogy ott vagyunk a kormányban, a kormányzati eszközöket is használjuk. A dévai sajtótájékoztatóján Kelemen Hunor kifejtette, itthon kell biztosítani jó életminőséget, különben a fiatalok elvándorolnak. Az államfőjelölt szerint Románia új kormányának kötelessége lesz megreformálni az oktatást és az egészségügyi rendszert, valamint foglalkoznia kell a drasztikus népességfogyással.
Sokkal jobb a megítélése a román állampolgárok körében az RMDS szövetségi elnökének, Kelemen Hunornak, mint az ország államelnökének, Klaus Johannisnak. Ez derül ki egy friss az Atlas Intel közvéleménykutató intézet által közzétett felmérésből. Érdekes felmérést tett közzé az egyik nagy tekintélynek örvendő közvéleménykutató intézet, az Atlas Intel. Ebből az derül ki, hogy Romániában egyetlen politikusnak sincs túlnyomórészt pozitív megítélése a románok körében, de nagy eltérések figyelhetők meg a népszerűtlenségük tekintetében. Arra a kérdésre, hogy pozitív vagy negatív véleménye van-e az alábbi politikusokról, sorrendben Márcsél Csulákú 43%-ban, Nikus Ordán 40%-ban, Laura Kodruca Kövesi pedig 36%-ban pozitív választ kapott. Ha a negatív vélemények arányát vesszük figyelembe, változik viszont a sorrend. Csulákúról 49%-nak, Nikus Ordánról 41%-nak, Kövesiről 38%-nak negatív a véleménye. Mindezt összevetve Bukarest főpolgármestere az első helyen áll a megítélés szempontjából mínusz 1%-ponttal, őt követi Kövesi mínusz 2%-ponttal és Márcsél Csulákú mínusz 6%-ponttal. Rendkívül népszerűtlen Klaus Johannis államelnök. A megkérdezettek mindössze 14%-ának van róla pozitív véleménye, 79%-ának azonban negatív. Kelemen Hunorról ugyanakkor a megkérdezettek 24%-a nyilatkozott kedvezően, 36% nem mondott véleményt, 40% pedig negatívan ítélte meg. Így a népszerűségi listán megelőzi például Johannist, Sosalkát, Böszeszku, Drulát, Ludovik Orbánt és Nikolai Csuka liberális pártelnököt is. A felmérés november 9-e és 12-e között készült, 3035 személy megkérdezésével, hiba küszöbe 2%. Támogassák Kelemen Hunort az államfőválasztáson, illetve az RMDS jelöltjeit a parlamenti választásokon. Erre kérte az erdélyieket Magyarország építészeti és közlekedési minisztere. Lázár János ma reggel Marosvásárhely polgármesterével, Solc Zoltánnal találkozott, majd Csibi Attila Zoltán megyei szervezeti elnökkel tartott közös sajtótájékoztatót. Gratulált az RMDS-nek az idei helyhatósági és európai parlamenti választásokon elért eredményekhez Lázár János, Magyarország építészeti és közlekedési minisztere. Elmondta, évtizedek óta a legjobb eredményt ért el a szövetség, aminek köszönhetően országszerte 200 polgármester, illetve közel 2500 tanácsosi mandátumot szerzett, és ennek az eredménynek a megismétlését reméli az országgyűlési választásokon is. Továbbá arra kérte az erdélyeket, támogassák Kelemen Hunort az államfőválasztáson. Engem személyes kapcsolat fűz Kelemen Hunorhoz, ezért a jövetelemnek az is oka, hogy a köztársasági elnök választáson induló jelöltet és a parlamenti választáson induló RMDS személyesen is támogassam, nem csak mint a magyar kormány tagja, hanem barátként és szövetségesként is, tiszteletben tartva természetesen Románia szuverenitását és minden román választópolgárnak, minden román állampolgárnak a jogát arra, hogy amellett szavaz és úgy dönt, ahogy akar. Vonzó az a választási program, amit az RMDS kínál, fogalmazott. Részben azért, mert Kelemen Hunort felkészültsége, tehetsége és tisztessége a köztársasági elnökjelöltek közül talán a legalkalmasabbá teszi ennek a tisztségnek az ellátására. Nem véletlen szerinte, hogy a román értelmiség soraiból többen felszólaltak, miszerint a jó jelöltek közé tartozik. Az RMDS eddigi kormányzati munkájának köszönhetően elmondható, hogy a magyar lakta települések és régiók fejlődése fellendült, a magyar ügyeket sikerült napirendre tűzni, és egy részét kompromisszummal előre lendíteni. A román-magyar államközi együttműködésnek is új fejezetei nyíltak meg, vélte. Ezért fontos, hogy a szövetség ismét kormányra kerüljön. A sajtótájékoztatón a miniszter bejelentette, tervben van egy autópálya építése, amely 2027 végére összekötné Nyíregyházát Szatmárnémetivel. Nehéz küzdelmet vállaltam, de engem senki sem térdepeltet le, mert nincs mögöttem rejtett érdekcsoport, nincsenek titkaim, nem voltam soha ennek a korrupt rendszernek a cinkosa, és mindig az emberekért dolgoztam. Ezt állítja egy kampányvideóban Elena Lasconi, az USR elnöke és államfőjelöltje. Szerinte Romániának egy olyan államelnökre van szüksége, aki elkötelezett és az állampolgárokért dolgozik. A különbség köztem és a többi jelölt között egyszerű. Ők meg akarják nyerni a választásokat. Én viszont nem egyszerűen elnök, hanem államférfi, illetve esetemben nő szeretnék lenni. A különbség egy államelnök és egy államférfi vagy nő között az, hogy utóbbi a következő nemzedékekért dolgozik.
Ha megnézzük a liberális vezetésű településeket, ezek azt bizonyítják, hogy Romániának is liberális vezetésre van szüksége. Ezt mondta Kolozsváron Nikolai Csuka Pénili elnök, az alakulat államfőjelöltje. Szerinte az általa vezetett alakulat az egyedüli olyan párt, amely ellenzékbe tudja szorítani a PSD-t is, az AUR-t. Egy hét múlva az urnáknál döntünk Románia jövőjéről. A PNL a legmegbízhatóbb párt, amikor gazdasági intézkedésekről, a középosztály, a vállalkozók és az innováció támogatásáról beszélünk, mondta egy kolozsvári kampányrendezvényen Nikolai Csuka liberális államfőjelölt. Innen Kolozsváról, a fejlődés fővárosából és a liberális közigazgatás sikeres modelljéből küldjük el a győzelem jelét az elnökválasztásra, amelyig már csak 7 nap van hátra. Temesváron és Nagyváradon is jártam, és mindenütt a liberálisok által irányított városokban és megyékben azt láttam, hogy egy liberális vezetés meg tudja változtatni egy város, sőt az egész megye arculatát. Egy jobboldali kormány meg fogja változtatni Bukarest és az egész ország arculatát. November 24-én az egyetlen hasznos szavazatot a PNL-re kell leadni, hiszen ez az egyetlen alakulat, amely képes meghiúsítani a PSD és az AUR mérgező tervét már az első fordulóban. Ellenzékbe kell küldenünk az AUR-t és a PSD-t, fogalmazott Csuka. Igazságtalanul vádolnak és be akarnak mocskolni az ellenfeleim, mert félnek attól, hogy a románok rájönnek, mennyire becsapták őket. Ezt állítja a szélsőségesen nacionalista AUR elnöke és államfőjelöltje Giorgi Simion. November 24-én szavazzatok szívvel a legjobb megoldásra, ne a kisebbik vagy nagyobbik rosszra. Romániának nincs szüksége árulókra és korrupt politikusokra. Romániának olyan vezetőkre van szüksége, akik a románokért harcolnak, ahogy elődeink tették itt Biharban a Nagy Egyesülésért, mondta Nagyváradon egy kampányrendezvényen Giorgi Simion. Az AUR elnöke szerint ellenfelei megpróbálják lejáratni. Nem csoda, hogy ezek a politikusok élükön Csukával, Csolákuval és Lászkonival engem támadnak. Hogyan máshogy rejthetnék el inkompetenciájukat? Bolozsánnal fényképeződnek, mert tudják, hogy egyedül fotózkodva a képeik két lejt sem írnének. Engem akarnak bemocskolni, hogy eltereljék a figyelmet, mert gyengék, lusták és tehetetlenek. Kém, áruló, az oroszok embere. Ezt mondják rólam. Tudják, miért vádolnak? Mert félnek. Nulla projekt, nulla ötlet, nulla megoldás. Ez a PSD-PNL kormányzás, és így néz ki a kampányuk is. Bihar megye újjáélethet, Románia újjáélethet, és ez az újjáéledés ma itt veletek kezdődik, fogalmazott Simion. Új óvodát avattak és adtak át Tusnádfürdőn. Az intézmény a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége által koordinált Magyarország kormánya támogatásával megvalósuló Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében épült. Székelyruhába öltözött gyermekek verssel köszöntötték a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége által koordinált Magyarország kormánya támogatásával megvalósuló Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében elkészült óvoda átadási ünnepségére érkezetteket. A szalagvágást követően az aktualizált iratokkal kibővített korábbi időkapszulát is elhelyezték az épület szomszédságában. Tusnádfürdő Románia legkisebb városa, népessége közel 1500 fő. Jelen pillanatban a városunkban 23 kisgyerek van, és reményeink szerint, így hogy a fiatalságot ismerjük, nagyon reméljük, hogy fog nőni ez a szám. Ezen is dolgozik az önkormányzat, hogy minél több fiatalt haza tudjunk hozni, és itthon legyen megélhetésük. És persze a környező településekről is már van érdeklődés, úgyhogy mi reménykedünk, hogy attól a perctől, ahogy ide beköltöztek a gyerekek, onnantól fog nőni a létszám. A magyar kormány 2016. decemberében indította el az óvodák, bölcsődék, iskola óvodakomplexumok kapcsolódó köznevelési intézmények és környezetük építését, felújítását célzó programot. Az összességében 38,5 milliárd forint értékű Kárpát-medencei óvodafejlesztési program során Erdélyben 54 új óvoda, illetve bölcsőde létesült, illetve épül éppen, emellett 50 intézmény újulhat meg. 11. alkalommal szervezték meg pénteken a Sapientia MTE kommunikáció szakos hallgatói a .com konferenciát.
A tudományos, elméleti jellegű előadások mellett kerekasztalbeszélgetésekkel próbáltak párhuzamot vonni a hagyományos, valamint az új média között is annak jövőjére reflektálni. Határvonalak nélkül a hagyományos és új média közös jövője címmel szervezték meg a Szapiencia EMTE Marosvásárhelyi Karának kommunikáció és közkapcsolatok szakos végzős hallgatói a 11.com konferenciát pénteken. A rendezvény célja, hogy a 3 év alatt megszerzett elméleti tudásukat gyakorlatba ültethessék. Az előadásainkat kétféle kategóriába tudjuk osztani. Először is lesznek tudományos jellegű előadások, ahol olyan tudósokat várunk, mint például Bokor Tamás, Rácz Éva és hozzájuk hasonló személyek, akik olyan információkkal tudnak szolgálni számunkra, amelyek mindenképpen hasznosak ahhoz, hogy fejleszteni tudjuk magunkat és bővítsük a tudásunkat. Másrészt kerekasztal beszélgetéseken gyakorlott újságírók, főszerkesztők, média szereplők osztották meg tapasztalataikat. Többek között olyan témaköröket érintettek, mint a globális trendek megjelenése a helyi médiumoknál, a hitelesség fontossága, valamint a hagyományos média alkalmazkodó képessége. A rendezvény dr. Rácz Éva rádiós szerkesztő, a romániai magyar sajtó szakértője nyitotta meg, aki a médiafogyasztási szokások átalakulásáról tartott szakmai előadást. Diákokkal kapcsolatos tapasztalatomat tudom elmondani a médiafogyasztás átalakulásáról, és ez konkrétan azt jelenti, hogy míg 20 évvel ezelőtt még olvastak újságot, ma már csak érintőleges viszonyuk van vele, leginkább nagyszülőknél találkoznak lapokkal, nyomtatott lapokkal, a portálokat a közösségi médián keresztül érik el, és a legújabb őrület nyilván a TikTok, ami a fiatalokat kapta el először, és szerintem zárkoznak föl az idősebb generációk. Hozzátette, az internet megjelenésekor nem lehetett megjósolni, hogy a hagyományos média miként jelenik majd meg az online térben, és ugyanez igaz most is, hogy nem lehet előre megmondani azt, hogy az új, valamint a hagyományos média miként fog összeérni, vagy hová fog eljutni a következő egy évtizedben. A médiatartalom előállítása, valamint térnyerésének tendenciái napról napra változnak, és a fiatal generáció fogja meghatározni azt, hogy mi mindannyian mit fogunk fogyasztani 10 év múlva. Fogalmazott. 3 napon át kínálták erdélyi termelők portékáikat Bukarestben. Gyümölcsök, lekvárok, mézek, sajtok, húsok, illetve kézműves termékek széles választéka volt megtalálható az Erdélyi Ízek Meséje Fesztiválon. Péntektől vasárnapig Hargita, Maros és Besztelce megyéből 15 termelő kínálta termékeit Bukarestben az Erdélyi Ízek Meséje nevű fesztiválon, az Alexandru Ioan Cuza Parkban. A székely gazdaszervezetek, a Panter és a Visit Maros Egyesület közreműködésével megvalósuló eseménynek az volt a célja, hogy nagyobb teret biztosítsanak az erdélyi kistermelőknek a fővárosban. Barátok által jutottunk ide, van egy helyi vállalkozás, akinek több standja van itten Bukarestben a fővárosban, és ő javasolta, hogy van egy helyi vállalkozó, aki partnereket keres, akik ebben segítenének neki szervezésben segíteni. A hosszú távú cél, hogy minél több erdélyi termelő tudja forgalmazni termékeit a fővárosban, tette hozzá. Az árusok közül többen először hozták termékeiket Bukarestbe, közöttük Balla László és Mihály Ignác is. Ez egy kihívás nekünk szerintem, tehát ekkora felkérés nem volt még számunkra legalábbis. Sok termelő, vagy kis termelő nem vállalta, mert nincs akkora kapacitása. Nekem jelen pillanatban a gyümölcs az a lényeg, hogy minél hamarabb eladódjon, úgymond. Próbálunk feltörni a piacra, hogy legyen minél nagyobb elismerése a pálinkának, hogy ne csak a úgymond festett italokat használják az emberek, hanem próbálják az igazi pálinkát kipróbálni és fogyasztani. Különféle gyümölcsöket, lekvárokat, mézeket, sajtokat, húsokat, illetve kézműves termékeket kínáltak a standoknál bőséges választékban. A szakmai zsűri döntése nyomán egy csíkszeredai költő, irodalomtörténész tanár kapta az év szerzője kitüntetést 2024-ben a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron. Az elismerést egy koncert keretében nyújtották át a szervezők pénteken.
Borsodi L. László csíkszeredai költő, irodalomtörténész, tanár kapta az évszerzője elismerést 2024-ben a Te fordítsd el című zsoltáros hangú kötetéért a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron, illetve az ezzel járó 1000 euró értékű pénzjutalmat a Communitas Alapítvány jóvoltából, valamint egy Gyarmati János szobrászművész által készített kis plasztikát. A díjat 2022-ben hozták létre és adták át először. Telefonon értesítettek. Szepesi előtt hívott föl, és egyszerűen nem hittem el első körben, aztán meghatódtam, és majd később realizáltam, hogy valóban az én könyvem érdemelte ki ezt a díjat. Azért is lepődtem meg, mert sokan vagyunk, mások is tudnak jól írni, és nem gondoltam volna, hogy ez a könyv üti azt a mércét, amely szakmai zsűri számára a legjobb. Sós Zoltán marosvásárhelyi polgármestere gratulált a díjazottnak, illetve ajándékcsomagot is átnyújtott neki, majd megköszöntek Káli Király Istvánnak, a Romániai Magyar Könyves C elnökének a könyvvásár kapcsán végzett odaadó munkáját, majd bejelentette, hogy 2025-ben őt jelölik a Város díszpolgára címre. A díjátadót Kovács András Ferenc megzenésített verseiből készült emlékkoncert zárta, Czári Tibor zeneszerző és Sebestyén Aba színművész és a kortárs csak zenekar közreműködésével. Szombaton a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár keretében mutatták be Markó Béla legújabb Autóbusz Kufsteinba című verses kötetét. A beszélgetőtársa a könyvet szerkesztő Mészáros Sándor, a Kaligram kiadó vezetője volt. A haza nincs, csak lesz. Legalábbis ebben reménykedünk. Hiú remény. A haza ugyanis egy igekötő. Merre indultál? Haza. Sötétedés előtt még hazaérsz? Haza. Főnév is persze, amolyan pótlék valamire, amit nem tudunk másképpen kifejezni. Elsőként a Mai Magyar című versét olvasta fel Markó Béla költő az Autóbusz Kufsteinban című legújabb verses kötetéből, amelyet a Marosvásárhelyi nagyérdemű, a 30. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár keretében ismerhetett meg. Markó szerint egyre gyakrabban használja a haza kifejezést verseiben, többféle értelmezésben lehet ráhivatkozni, sőt, különösen megerősödött az értelme 1989 után. A kommunista rezsimben ugyanis pátriaként emlegették a hazát, és akkoriban mindenkinek kötelező módon hazafinak kellett lenni. Az elmúlt időszakban azokat az éveket pótolja most a költészettel, amikor éppen mással foglalkozott. A könyv címe Marosvásárhelyi ihletésű, és azt bizonyítja, hogy verset mindenből lehet írni, csak úgy kell inspirálódni és szétnézni magunk körül, fogalmazott. Én évekig, a 90-es években figyeltem azt, hogy olyan autóbuszok közlekedtek Marosvásárhelyen, nyilván nyugatról, valószínűleg Ausztriából kapták valami módon, olcsón, használtan ezeket az autóbuszokat, az akkori városvezetés, amelyeknek a hátsó ablaka alatt az volt fölírva, hogy Kufstein. Onnan érkezhettek ezek az autóbuszok, csak hogy ilyenkor az embernek eszébe jut, hogy mi például a magyar kultúrában Kufstein nevét egészen mással társítjuk. A kötet különlegessége, hogy Markó Béla prózába hajló versszövegeket jelenített meg, noha korábban többször is azt nyilatkozta, nem fog prózával foglalkozni. Sok mindent megszegtem az életemben. Először akkor, amikor az eredeti hivatásomtól eltérően teljesen mással kezdtem el foglalkozni 89 után, illetve aztán megint, mert visszatértem az irodalomhoz, vallotta be Markó Béla. Megerősítette vezető helyét a Gyergyó sporttal folytatjuk. Nagyot küzdött a csíkszeredai sportklub, ennek ellenére 1-2-re kikapott a Budapest Jégkorong Akadémiától a Jégkorong Erste Ligában. A Gyergyói Hoki Klub és a második helyezett Budapest Jégkorong Akadémia közötti rangadót viszont a GHK 3-2-re nyerte. Két mérkőzést játszottak az erdélyi csapatok a hétvégén a Jégkorong Erste Ligában.
A Budapest Jégkorong Akadémia először Csíkszeredába látogatott, ahol hiába támadhatott háromszor emberelőnyben a házigazda, nem sikerült betalálnia, így a vendégek az első szünet előtt megszerezték a vezetést, a második harmadban pedig növelték az előnyüket. Az 57. percben Bece Tihamér szépített, kapus lehozatallal is próbálkoztak, azonban az eredmény változatlan maradt, így a sportklub 1-2-re alul maradt. Gólt kellene szereznünk. Voltak megugrásaink, 2-1 elleni szituációnk, igazán jó lehetőségeink, csak éppen be kellene találnunk. Az mindent meg tud változtatni, ha egyszer-kétszer bejuttatod a játékszert a kapuba. Tetszett, ahogyan dolgoztunk, helyzeteket alakítottunk ki, megugrásokat generáltunk, nem adtunk sok lehetőséget ennek az offenzív csapatnak. Úgy gondolom, igazán jól játszottunk, csak nem tudtunk gólt szerezni. Mi vagyunk a legkevesebb gólt lövő csapat a ligában. Gyergyószentmiklóson igazi rangadóra került sor. A Gyergyói Hoki Klub a Budapest Jégkorong Akadémiát fogadta, Orbán emberelőnyös akcióban lőtt gólt, majd Fejes szerezte meg a másodikat, Sárpátki pedig szépségdíjas egyéni akcióját követően 3-0 volt az állás. Azonban az utolsó 20 percben 2 gólt is kapott, végül mégis 3-2-re győzött a GHK. Kiváló csapat ellen játszottunk, örülünk a 3 pontnak, noha izgalmas lett a vége. Amit ki kell emelnem, az a kapusunk Őrs teljesítménye, hisz Rasmus nélkülöznünk kellett ma, és ahhoz képest, hogy Őrsnek ez volt idén az első Erste Liga mérkőzése, kiválóan szállt be. Ezzel az eredménnyel a Gyergyói Hoki Klub megerősítette a vezető helyét a ligában. A Brassói Korona nem játszott Erste Liga meccset, mert a hétvégén a dán Aalborgban a kontinentális kupa 3. fordulójában vett részt, ahonnan 3 vereség után pont nélkül tért haza. Eddig tartott a híradó időjárás jelentésünket, mutatjuk a folytatásban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra. Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.